Hát sziasztok! Valóban nem biztos, hogy érdemes ilyenkor még kidobni egy ilyen eszközt, amennyiben vagy el sem indul, vagy ilyen újraindulgatás történik vele, akkor meg kell próbálni, mert jó eséllyel nincs igazániból ennek baja, csak egy netinstallal gyakorlatilag rá kell tolni egy új rendszert, valami fajta sérülés történt. Nem túl gyakori szituáció, eddig kettőször fordult elő ilyen a pályafutásomon, abból lesz az egyik, a másik pedig a saját itthoni rúterem volt, tehát ügyfélnél más eszközzel még nem volt probléma, és az egy frissítés után döntött úgy, hogy nem hajlandó elindulni, ez pedig egy áramszünet után döntött úgy, hogy nem hajlandó elindulni. Hát mire lesz szükség? Szükség lesz egy Windows-os számítógépre, némi internetre, mert le kell tölteni ezt, azt, amazt, ismernünk kell az eszközünk típusát, illetve meg kell találni rajta a reset gombot, tehát konkrétan ezen az eszközön itt hátul van eldugva egy reset gomb, tehát ennek a használatához hát valamivel oda be kell nyúlni majd, és azzal fogjuk tudni ezt elkövetni, valami hosszú hegyessel mondjuk ezzel. Oké. Hát meg egy UTP kábelre, meg természetesen egy kis kofolára, hiszen ha nem iszunk kofolát, akkor a dolog az nem fog működni. A Mikrotik oldalán van egyébként egy ilyen netinstall wiki, tehát az alapján ez végigkövethető, de hát most megnézzük mindezt videóban is, hogy hogy működik. Nézzük, mikre van szükség. Itt elő van már készítve a terep, tehát olyan szinten, hogy meg van nyitva a Mikrotik download oldaláról. Első körben van ez a netinstall nevezetű, hát ebből le kell tölteni, őszintén szóval bármiket letölthetjük. Én a 646.2 netinstall zippet töltöm éppen most le, ez a stabil változat. Ezt letöltöm ide, csináltam külön egy mappát, hogy minden egy kupacban legyen. Hova is csináltam ezt a mappát? Az asztal alatt csináltam egy Mikrotik mappát, oda letöltjük. Illetve, hát amire szükségünk lesz, az eszközünknek megfelelő rendszer csomag, amit ezen az oldalon lehet letölteni, tehát szintén a download oldalon, de itt egy picikét lejjebb. Itt az eszközünknek megfelelő csomagot kell kiválasztani, tehát van itt azért, ezt meg kell nézni típusok alapján, például MISBE, SMIPS, stb. ARM, X86, tehát meg kell keresni, hogy a megfelelő csomagot töltsük le. Itt apró betűkkel meg lehet találni, milyen az, de hogyha nem tudnánk, hogy a mi eszközünk pontosan milyen, akkor mert nem vennénk itt észrebe a listába, akkor rákereshetünk az eszközünkre, ugye ez az eszköz, amiről itt beszélünk, és itt gyönyörűen látható, hogy ez egy MIPS-be eszköz, tehát mindenképpen a MIPS-be csomagra lesz szükség, azt kell letöltsük. Na hát akkor most már felvérteztük magunkat, itt van egy MIPS-be, itt is meg tudjuk egyébként találni, hogy tulajdonképpen ez lenne a nekünk való, és akkor itt megint válogathatunk, hogy egy hosszú támogatású, egy stabil, egy béta, miért akarunk, hát én azt mondom, hogy legyünk biztonsági játékosok, én jobban szeretem a hosszú támogatású, úgyhogy ezt töltjük le, ez a megfelelő csomag, ami a miénkhez való. Tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő csomagot töltsük le. Hát milyen meglepő, ezt is ide a Mikrotik mappába fogjuk beledobni. És akkor most fogjuk, megkeressük ezt a csodálatos Mikrotik mappát. Még nem töltődött le, most töltődött le, tehát itt van a routerünknek való csomag, és itt van a netinstall, amivel el fogjuk ezt végezni, hát ezt fogjuk és kicsomagoljuk szépen ezt a netinstall, tehát ez nekünk nem az zipre van szükségünk, hanem magára a netinstallra. Utána akár a zipet azt le is törölhetjük, krónikusan gyűlölöm a helyfoglalást, úgyhogy ennyi. Na most ez az a pillanat, amikor már nincs szükség arra, hogy a számítógépünknek a továbbiban legyen net kapcsolata, úgyhogy be kell állítani a hálózati csatolót. Ezt egy picit most már kihúzom, ne csipogjon. Be kell tenni hálózati csatolóját, ami pedig úgy fog kinézni, hogy itt látható is, a netinstall oldalon fölmegyünk, erre az értékre kell beállítani. Tehát kap egy fix IP-t, ez a szegény jószág. Ugye eddig DHCP-n kapta a routertől a címet. 192.168.88.2
nem vagyok ma top formában megint. 192, 168, 88, egy lesz az átjáró és a DNS. Hát akik használnak mikrotik eszközöket, azok tudják, hogy nagyjából ez az IP szokott lenni, ez a 88.1 a default IP-je a mikrotik eszközöknek, tehát arra álltunk rá, tehát ha minden jól megy, akkor utána ezen meg is fogjuk találni az eszközünket. Hát értelemszerűen ugye ilyenkor Winbox-szal meg ilyenekkel hiába próbáljuk ezt a szegényt elérni, tényleg azt le sem töltöttem a Winbox-ot ez alá felhasználó alá, de higgyük el, nem lehet elérni, hiszen nem csinál semmit, csak folyamatosan újraindul, tehát gondolom nem túl meglepő, hogy ez az eszköz az egyébként most nem lehetne elérhető. Ezt most Winbox-szal nem tudtam prezentálni, mert azt elfelejtettem letölteni, és most már nem fogom visszaadni DHCP-re. Oké, tehát miután fix IP-re állítottuk a gépünket, akkor most már elindíthatjuk ezt a NetInstall alkalmazást, amiért valószínűleg reklamálni fog a Windows 10. Jó, még megy a felvétel. Megvárjuk, míg zúgolódik érte. Igen. Tehát közli, hogy húha, rendben, futtatuk, futtatni szeretnénk mindenképpen. Igen, ismeretlen gyártó, le szeretnénk futtatni. Oké, rendben van. Oké. No, gyakorlatilag azt meg is találta itt már, hogy mi az útvonal. Ha nem találta volna meg, akkor a browser-zal meg tudjuk keresni, hogy hol van az a fájl, amit föl szeretnék tölteni. Ezt ki is kell jelölni, tehát ezt most csak azért találtam meg, mert ugyanott a fájl onnan indítottuk, tehát ez nem egy nagy történet. Oké. És hát rányomunk erre a netbooting gombra, amivel is azt mondjuk, hogy adjunk neki egy boot server enabled, és adjunk egy ettől eltérő IP-t, amit eddig megadtunk, tehát 192 168, 88, ugye a kettes, a GP, egy lesz, amit megadtunk átjárónak, tehát a hármas IP az pont szabad, úgyhogy adjunk meg egy olyan IP-t, amit nem használunk, például a hármas, de bármi mást megadhatunk. Oké, azt mondjuk, hogy oké, rendben van, ezzel is megvagyunk, most fogjuk, és az UTP kábelünket, bedugjuk az egyes, nagyon fontos, hogy az egyes portjába eszköznek. Keresünk egy hegyes tárgyat, ezzel betehénkedünk a reset gombra. Megnyomjuk, nyomva tartjuk, és bedugjuk tábba. És várni kell, tipikusan 5 másodpercnél többet, általában 15 másodperc is akár telhet ez az idő, amíg bejutunk az Etherboot módba. Ugye ezzel szerencsénk van, azt hiszem ezt nem sikerült jól nyomni, mert ennek van kijelzője, ezt ki fogja írni. Nem nyomtam elég jól ezt a reset gombot. Amelyiknek nincs kijelzője, ott erre nem tudunk hagyatkozni, hogy ki fogja írni, de látni fogjuk, mert meg fog jelenni ott a listában, az alkalmazásban. És onnan tudjuk, hogy sikeres volt a művelet. Ez kiírt, hogy Etherboot, tehát itt már jók vagyunk. Ellenben itt nem jelentünk meg. De megjelent. Ott vagyunk, íme, itt van. Megjelent, ready, készen áll. Ő ez az eszköz, széjjel húzzuk, látjuk is a pontos típusát. UAS, megjelent, íme, ennyi. Tehát itt van az eszköz. Most kijelöljük, hogy mit szeretnénk rátolni, őt szeretnénk rátolni, és nyomjunk egy installt. És hát most megtörténik ez a dolog, reméljük, hogy sikeresen. Transferring, tehát elindult, addig nyugodtan ígyunk egy kofolát. Azt mondja, hogy done, nyomjunk neki egy rebootot. Reboot, hajrá! Most újra fogunk indulni, és nagyon reméljük, hogy most már nem lesz ez a folyamatos újraindulás, hanem egyszer újraindult. És annyi. És utána működni fog. És hát a helyzet az, hogy ez így is van. No, átmentem az én felhasználómba, és szereztem egy inboxot. És megnézzük, hogy most már ezzel remélhetően látszódni fog az eszköz. Íme itt is van. Tehát látjuk az eszközt. Gyakorlatilag jelszó nélkül be is tudunk rá lépni, és működik. És hát azóta is nulla pittyenés. Ugye a piros felirat figyelmeztet minket, hogy hát adjunk neki egy
egy normális admin jelszót, de gyakorlatilag az eszköz az újból működőképessé vált, tehát ennyivel helyre lehetett hozni, és mindenki boldog, nem szennyeztük a környezetet egy eszköz kidobásával. Már is használható. Sziasztok!